mondhatom azt, hogy a célnak megfelelően sikerült behúzni a másik futam győzelmünket, bár ez korán sem volt olyan sima, és igazi testestelenő csatában kellett megvívni ezért a győzelemért. Én nagyon örülök neki, hogy újfent remekül működött a technika, nem volt probléma, és végre elindultunk a beállításokba egy olyan irányban, ami az autót még kezesebbé, még kezelhetőbbé teszi, és még gyorsabbá. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt az irányt tovább tudjuk vinni. Valószínűleg még fogunk tudni nyíráton tesztelni az EB előtt, és hát az a cél, hogy gyorsuljunk, még gyorsabbak legyünk versenyről versenyre. Az egyetlen negatív pontja a hétvégének, hogy nem sikerült átütő megoldást eszközölnünk a rajtok tekintetében. Próbáltunk volna olyan szenzorokat alkalmazni, ami lehetővé tette volna, hogy a mérnök is jobban tudjon dolgozni a rajtokon, azonban ezek sajnos nem működtek, tehát a sorsfintora kibabrált velünk, de hát nincs mit tenni. Legközelebb a pünköskor itt, ugyanitt, viszont nagyon necces lesz az időérkezés, tehát ha az autó egybe lesz, akkor tudok idejönni, hiszen a belgiumi versenyen leszek azon a hétvégén, ez május 14-15, ha így jól emlékszek, és a belga verseny után azonnal a partneremről kikérjük az autót, és egy kis busszal és egy trailerrel megpróbáljuk ideérkeztetni az autót. Én valószínűleg repülővel fogok jönni, és a kacsa pedig reggel 8-9 között megérkezik valamikor. Úgyhogy valóban megnehezítjük az első EB szereplésünket, de hát ilyen az élet, úgyhogy várjuk az újabb kihívásokat.